Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 2-án a Hold és Jupiter bolygó együtt hat. A Hold kihat az érzelmeinkre. Jupiter bolygó szerencsét hoz, tehát ki tudjuk mutatni az érzelmeinket, vagy ezt megkapjuk másoktól. Jupiter bolygó hajlamos arra, hogy eltúlozzon valamit, tehát érzékenyen fogunk mi vagy mások reagálni bizonyos helyzetekre. A hold utal az anyai érzelmekre, vagy egy kisbaba születésére is, és mivel Jupiter bolygó megnövel valamit, ez lehet egy fogamzás, és később egy kisbabának a születése. És most bepillantunk a kártyák világába. Itt látható ez a jeges medve, és jelenti az életerőt, a bátorságot, amit most te ki tudsz mutatni. Itt látható, hogy valaki közeledik hozzád, és itt megvan a győzelem. Ez a személy, valószínű egy férfi, akarja azt, hogy megkapja tőled az elismerést. Ha egy hölgy vagy, akkor ez a kép rád utal. Te elgondolkodsz valami felett, vársz valamire vagy valakire. Itt még kell egy kis türelem. Ha egy férfi vagy, akkor ez a kép azt jelenti, egy hölgy gondol rád. Itt látható a nap, tehát kiderül az igazság, valamit tisztázni fogsz valakivel, tisztán látod a dolgokat, megvannak az elképzelések, és azt is jelenti ez a kép, a nap, hogy megvan a kisugárzásod, megvan az önbizalmad, és megvan a vonzó erő kettőtök között. Akkor is, ha megvan itt a siker, a vonzó erő, a győzelem, mégis vannak vagy voltak a múltban ezek a kihívások, az is lehet, hogy valaki irigy rád vagy rátok, amiért megvan a vonzalom, a siker kettőtök között, és a közeljövőben megpróbál téged támadni, és itt védeni kell magadat. De itt van a nagy medve, tehát meg tudod védeni magadat. Itt látható, hogy válsz valakire vagy valamire, meg vannak az elvárásaid. Ez a férfi közeledik hozzád, itt megvan az elismerés, a győzelem, azon kívül a nap jelenti a vonzó erőt kettőtök között. Itt van az életerő, de még vannak, vagy lesznek itt kihívások. Az lehet, hogy ő most ebben a helyzetben van, és ezt meg kell neki oldania, ez idő kérdése,
és légy még kicsit türelmes, amíg megjelenik, és szemben áll veled, hiszen a nap jelenti azt, hogy láthatóvá tesz valamit, illetve valakit, és itt ez a medve utal arra, hogy itt megvan mindkettőtöknél ez az életerő, ez a győzelem. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!